Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Alelnök úr, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm, stúdióban itt van velem mai vendég műsorvezető Kovács András, az Origo főmunkatársa. Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok. A Luhaka zsinagógai naptár szerint 5779, Adárhó 6. napja van, míg a Gergely naptár szerint 2019. február 11-e és hétfő, annak ellenére, hogy én szerdát írtam ide. Szeretettel köszöntünk minden Bertold és Marietta nézőnket. Az euró középárfolyama 3.1903, míg az angol font 3.6433. Mai időjárás jelentés, mint majd a híradónkban is láthatják, 3 és 8 fok között várható. És akkor kezdjük az évértékelővel, mert erről többször is fogunk beszélni. Németh Szilárd, milyen volt előtte, közben és utána? Ugyanolyan volt előtte, közben és utána. Szerintem egy nagyon fontos évértékelőn vagyunk túl, ugye ez a 21. évértékelő volt már. Én nagy részén mindegyiknek ott voltam. Fontos döntéseket, fontos feladatokat szokott a miniszterelnök úr bejelenteni ezeken az évértékelőkön. De most azt hiszem ezen belül is egy nagyon komoly és nagyon hosszú távra szóló döntéseknek a bejelentése történt. Bevándorlók helyett a magyar családok támogatása. Talán egy mondatban így lehet összefoglalni. Igen, de ez úgy tűnt nekem, ma beolvastam magam meg, próbáltam élőben nézni, csak közben jegyzeteltem, mert egy összefoglalót írtam róla. Nekem úgy tűnt, hogy a miniszterelnök egy időutazáson vett részt, megérkezett a Biblia időkbe, ami nekem nagyon tetszik, és idézte azt, hogy mi a legfontosabb egy zsidó család életébe, a család, a gyerek, és utána minden más. Mi a véleményetek erről? Hát minden, amit megpróbáltak elvenni erről, előttünk. Tehát ugye nem véletlen hozott párhuzamokat Brüsszel és Moszkva, az internacionálét Moszkvában élek kommunisták és a brüsszeli bürokraták között, hiszen mind a kettő központból, ha úgy tetszik, birodalmi központból, vagy birodalmi központnak képzelt városból, ugye az az üzenet érkezett, hogy internacionalistává kell tenni mindent, és minden, ami ennek, akadálya, ugye a család, a hited, a vallásod és a nemzeted, azt egész egyszerűen el kell takarítani az útból. Most ennek a fordítottja történt. És ugye a miniszterelnök úr még két dolgot hangsúlyozott, hogyha figyeltük, és ezek szoros összefüggésben vannak, hogy mindez a demokrácia útján történik, a démosz nem hagyható ki. Ugye hivatkozott a 7 pont bejelentés előtt, hogy azért ezt mi megkonzultáltuk az emberekkel többször is, de épp a legutóbbi konzultáció, a nemzeti konzultáción azért 1.350.000 ember vett részt, és 98%-os átlagos támogatottsága volt az ott feltett kérdéseknek, amiből aztán ez a 7 pontos családtámogatási terv megérkezett és bejelentése került. A démoszról egy pillanat, András, utána tiéd a pálya. Nekem az jut eszembe, hogy volt ebben az országban már, amikor a családokat, illetve a demográfiát helyezték, csak akkor nem demokratikus úton, hanem gondolok itt a Ratko korszakra, amikor gondoskodni akartak, hogy legyen elegendő, születendő gyermek, de abszolút nem demokratikus úton. Tehát akkor ott szó se lehetett még egészségügyi okokból sem abortuszra, nem tárgyalták meg, nem kérték ki az emberek véleményét. A kötelezettség és a támogatás között azért van különbség, azt gondolom. De én azt hiszem, hogy még az a rendszer is jobb volt annál, amikor le akartak szoktatni bennünket arról, hogy gyermeket vállaljunk, saját gyermeket vállaljunk. Le akartak szoktatni arról, volt ilyen Magyarországon? Magyarországon, hát azért... Hát, csak ugye, akartam, hogy elmondja. Hát ez ugye, nem Kína. Ez, igen, talán emlékszünk még Fekete úrra és az ő csapatára, akik ezt folyamatosan, Csóri Sándor köre, Tisza tájkör, lakitelkiek folyamatosan hangsúlyozták akkor, amikor egyébként Magyarországon
elérkezett az az idő, amikor többen haltak meg már, mint amennyien születtek, és akkor többen fölhívták erre a figyelmet, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek, és lettek is. Hát azért valljuk be őszintén, tehát amikor olyan termékenységi mutatóval kellett szembenézni, ami az 1,3-et jelenti, akkor itt utolsó órában vagyunk. A lehetőségeink most megvannak hozzá, kormányzati akarat megvan hozzá, hogy a támogatás megtörténjen, és az emberek döntöttek arról, hogy ezt a támogatást szeretnék igénybe venni. Ezekhez hozzon a kormány és az országgyűlés megfelelő döntéseket. A 7 pontos akcióterv várható, mikor kerül konkrét jogi köntösbe? Folyamatosan, tehát ugye elkezdődik a parlamenti ülésszak, most a szerdán induló háromnapos frakcióértekezleten is ez lesz a fő téma. Várhatóan melyik lesz a leghangsúlyosabb ezek közül a 7 intézkedések közül, vagy ön szerint melyik a legfontosabb? Hát folyamatosan képviseljük ezeket, hát hogyha az adópolitikánkat most emeljük ki, tehát azt, ami nem egy direkt, hanem egy indirekt dolog, ugye az adópolitikánkat arra építettük, hogy egyrészt az adócsökkentésekkel a gazdaságot élénkítsük, a hazai gazdaságot, a hazai vállalkozásokat hozzuk helyzetbe, másrészt pedig a családokon tudjunk segíteni. És azt gondolom, hogy ezt folyamatosan képviseljük. Több évre például a családi adókedvezmény több éves bevezetése mindig 20 000 forinttal nőtt minden évben, ugye az elmúlt 4 évben a családi adókedvezmény mondjuk a 2 gyermekeseknél. Ennek most a folytatása és a felgyorsítása, a radikális folytatása történik meg. A lényeg az, hogy egy 2 gyermekes család ugye az gyakorlatilag 22 millió forintban tud az új intézkedések kapcsán részesülni, egy 3 gyermekes pedig 35 millió forintban. És még olyan merészség is van ebben az adócsökkentésben, ami a 4 gyermekes édesanyáknak az életük végéig történő személyi jövedelem adómentességet. Én nekem a nagyszülőkkel való foglalkozás sokkal jobban igen, tetszik. Igen, az pedig már a szociálpolitikai intézkedések másik csomagja, amikor nem adókedvezményekkel, hanem direkt támogatással támogatjuk a nagycsaládosokat. Az, hogy a nagymamák is gyedengyesen tudjanak maradni, hogyha úgy döntenek. Amíg a bölcsödék és az óvodák felépülnek. Ez meg a harmadik lába, mert ugye nem csak pénzt és nem csak direkt családi támogatást kell adni, hanem lehetőséget arra, hogy az édesanyák a 21. század körülményei között meg tudják élni az anyaságukat, és hogyha akarnak, ha úgy dönt a család, meg ha szükség van rá, akkor el tudjanak menni dolgozni, ahhoz pedig az kell, hogy a gyermekeket bölcsödébe tudjuk elhelyezni. Ez a 21 ezer bölcsödei férőhelynek a megépítése 2021-ig, ugye 10, 5 és 6 ezres ütemben. Amíg önben volt a miniszterelnök évértékelőjén, addig az ellenzék tüntetett fönn a várban. Mit tud elmondani? Én észre se vettem, megmondom őszintén. Aztán olvastam, hogy néhány százan jöttek össze, és gyakorlatilag ugyanaz történt, mint amit elkezdtek. Hát még múltkor beszéltünk épp erről, hogy ez nem újdonság már, hát még 2017 nyarán bejelentették, hogy ez lesz. Tehát, hogy minden szinten balhézni fognak, minden szinten neki mennek mindenkinek, és nincs olyan eszköz, amit be nem vetnének. Ennek most a csúcsára ért ugye Gyurcsány Ferenc szombaton, hiszen ő bejelentette, hogy na gyerünk, mindent szabad, mert ő úgy döntött, hogy mindent szabad, és csak úgy lehet, hogyha az agresszivitás, a gyűlölet az felszínre jön, és akkor ezt alkalmazzák is. És hát ennek ékes példája az, hogy azért a tévéképernyőjén én figyeltem, akik ott összejöttek, hol jobbikos zászló, az mellett DK-s zászló, MSZP-s zászló, volt LMP-s szónok, nem tudom én milyen szónok. Tehát azért ezek szépen összejöttek. Álljunk meg egy pillanatra, tisztázzunk valamit. A szavazók azok nem a pártoknak a tulajdona. Tehát ha kiáll egy valamelyik pártnak a képviselője, ő azt komolyan gondolja, amikor azt mondja, hogy mostantól szavazzatok X-re vagy Y-ra? Tehát én próbálom ezt megérteni, hogy mennyire lehet még hülyének nézni a választót, és ez vonatkozik nagyon sok pártra. Ez egy fókuszban vezethető vissza, hát a miniszterelnök is kimondta, a bevándorlás párti hazai ellenzék. Ki tartja őket féken,
Ki az, aki eteti őket? Soros György. Tehát ennyire egyszerű történt. A gazdi megadta a megrendelést, ezt kell csinálni. Azt akarja mondani, hogy az általam és az én vendéglistámon nem szereplő Jobbiknak is Soros György diktált. Hát kíváns. Hát ezek teljesen összegyógyultak. Hát nézzük, bármit megtehet. Hát Karácsony Gergely, a leginkább sorospárti magyar politikus, az bejelenti, hogy a zsidók listázása a parlamentben, az nem közelít a náci cselekedethez. Mit tudunk ebből elvárni? Előtte 2012-ben vagy 13-ban, amikor volt a jobbikos politikusnak ez a felszólása, akkor pedig a menet élén haladt, és elmondta, hogy ez mekkora náci tett. Tehát itt azt gondolom, hogy világos a történet, a cél szentesíti náluk az eszközt, mindig is szentesítette, őnekik azt a bevándorlás párti politikát kell képviselniük minden áron, és annak, ami az útjában van, azt minden áron támadni kell. És annak útjában a nemzetek vannak, a nemzeti politizálás van, azok az országok vannak, akik Európa jövőjét a szabad és erős nemzetek közösségének. A miniszterelnök szavait a tömegek megszívlelik, lesz prúveru, sokasodjunk és szaporodjunk, lesznek bölcsödék és óvodák, de a gyerekek, amikor befejezik az óvodát, akkor tovább szeretnének tanulni iskolákba, meg egyetemen, meg mindenki azt szeretné, hogy a gyereke orvos, jogász, mérnök és tűzoltó lenne. Vajon a közoktatás és a felsőoktatásban is lesznek-e olyan változások, hogy ezek a gyerekek könnyen be tudjanak illeszkedni, lesznek-e olyan általános iskolák, amik fölkészítik kellőképpen, és a pizza felmérésekben talán jobb helyet fogunk elfoglalni. Jó volt ez a pizza felmérés. A közoktatásnak azt gondolom, mondani, hogy három nagyon, csak reggel pizzáról álmodom. Három nagyon komoly funkciója van. Egyrészt szolgálnia kell a gyermekek biztonságát, azt érjeznie kell minden szülőnek, hogy az, aki részt vesz a közoktatásban, az, aki elmegy az óvodába, iskolába, általános iskolába, középiskolába, az biztonságban. Lesznek kellő mennyiségű gyermekorvosok is hozzá. És megfelelő fizikai környezetben fog nevelkedni. A másik, az nagyon fontos, hogy a közösségi érzést tudja nevelni, ha úgy tetszik a nemzeti hazafias érzést. Mi magyarok vagyunk, nekünk van egy nemzeti kultúránk, azt, ami a népünket összetartja, ezt kell közvetíteni. És a harmadik pedig, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben az oktatásban, már pedig mindenkinek részt kell venni, azok egy életre való felkészítést kapjanak. Olyan felkészítést kapjanak, amiben pontosan kiszámíthatóan tudnak majd tovább tanulni, és megalapozni a jövőjüket, a jövő generációját neveljük föl. Ezt a háromas egységet kell szolgálni a mindennek. Azt gondolom, hogy a most készülő nemzeti alaptantárnak is, mert szerintem ön erre utalt. Erre utaltam többek között, de arra is utaltam, utána szóltam közben, hogy ahhoz, hogy a gyerekek iskolában menjenek, kellenek védőnők, gyerekházi orvosok, aztán majd ez orvosok. Megvan ez a hálózat, nyilván ezt mindenféleképpen fejlesztenünk kell, és nyilván azt a tudatot is fejlesztenünk kell, hogy elsősorban mindenki saját magáért felelős. Tehát a család az első számú, aki a gyermekéért felelős. Andis? Még egy gyors kérdés a végére. Ma érkezik az amerikai külügyminiszter Budapestre. Mik lesznek a tárgyalásnak? Lehet tudni, hogy mik lesznek a tárgyalásnak a fő irányai? És ön részt fog-e venni ebben? Isten hozta a külügyminiszter urat Magyarországon. A miniszterelnök úr, külügyminiszter úr és a honvédelmi miniszter fog részt venni. Benkő Tibor ezeken a megbeszéléseken. De természetesen ön fölkészítette a honvédelmi azt gondolom, fölkészült ember a honvédelmi miniszter minden szempontból. Nem kell nekem külön fölkészíteni, és nem is venném a bátorságot, hogy egy négycsillagos tábornoknak én mondjam el, hogy miről kell. Négycsillagos tábornok a haditechnikához értenek. Nem, hát az pont. Ön meg a társadalom tudományokhoz. Az, aki vezérkari főnök volt, és az egész magyar honvédségnek a vezetője, az sokkal több annál, mint egyébként, aki haditechnikához ért. Vannak olyan műszaki egységek, ahol a haditechnikához kell a parancsnoknak elsősorban értenie, de az nyilván nem a parancsnok első, vagy a honvédség első számú vezetője. De most viszont nem ő van itt, hanem ön van itt. Igen. Miről fognak tárgyalni? Hisz ő arra vár, hogy... Egyértelmű bizonyíték arra ez a látogatás, hogy
Magyarország az továbbra is az Amerikai Egyesült Államok és a NATO legfontosabb partnere. A NATO elvár, illetve az amerikai elnök, aki ugyan amerikai elnök, de egy született üzletember, hogy teljesítsük a NATO-val szembeni kötelességünket saját magunk védelmére. Még nem állunk úgy, vagy már úgy állunk, és ha igen, akkor mikor? Hát úgy állunk, de nagyon, nagyon erősen úgy állunk. Ugye jól látható, hogy zajlik mind a honvédelmi, mind a haderőfejlesztés Magyarországon, és ehhez megfelelő költségvetést biztosít a magyar kormányzat. Például az idén a minden idők legnagyobb magyar honvédségi költségvetése csak nem 520 milliárd forint áll rendelkezésre, és azt is szeretném mondani, hogy ebből több mint 150 milliárd forint fejlesztésre. Utolsó kérdés mára, és ugrunk a sporthoz. Az év derekán rendezik meg a 15. európai Maccabi játékokat, ahova közel 3000 sportolót várhatunk, hazaiak is sokan lesznek. Vajon az ön sportága is benne van? Természetesen a Maccabi játékokon az egy mini olimpia, ha úgy tetszik. Azon minden sportág szerepel, és azt gondolom, hogy Magyarország kiválóan fog teljesíteni ezen a sporteseményen is, mind a rendezvény gazdája, mind pedig a sportolóink, akik részt vesznek ezen a versenyen. Szurkolunk nekik. Önnek köszönjük, hogy itt volt, jövő héten visszavárjuk. Kedves nézőim, most előzetesek, és már is megyünk tovább, tartsanak velünk!